Folytatódik az elmúlt napok emelkedő tendenciája. Egy nap alatt csak nem 5000 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak itthon. És több mint 100 többségében idős krónikus beteg vesztette életét. Közben a hétvégén is folytatódik az oltási kampány, a beoltottak száma már az 560 ezret is meghaladta. Kis Zoltán virológus az M1-en azt mondta, az eddigi tapasztalatok szerint a jelenleg forgalomban lévő vakcinák közül a kínai lehet a leghatásosabb a különböző vírusvariánsok ellen. Csak nem 5000 új fertőzöttet regisztráltak itthon egy nap alatt, egészen pontosan 4948 embernek lett pozitív a tesztje, és elhunyt 107 többségében idős, krónikus beteg. Az aktív fertőzöttek száma ismét a 90 ezerhez közelít. Kórházban mintegy 5300 koronavírusos beteget ápolnak, közülük több mint 480-an szorulnak gépi lélegeztetésre. Nem volt semmi. Országszerte nagy erőkkel oltanak, hogy megfékezzék a járványt, a hétvégén sincs megállás, folyamatosan adják be a vakcinákat a kórházakban. Székesfehérváron az ismétlő oltásokat kapják az idősek. 3 oltóponton párhuzamosan és Pfizer vakcinával oltunk, tehát azon 80 év feletti lakosoknak, akik 3 héttel ezelőtt megkapták az első oltásukat, ez mintegy 1000 fő ezen a hétvégén, aki most már a második oltását kapja. Miskolcon is elindult a regisztrált idősek második körös oltása, és jó ütemben halad. A héten 1900 idős korúnak történt az első Pfizer vakcinációja, illetve 1000 lakosnak a második Pfizer vakcinációja történt meg, akik egy hét múlva így már védettek lesznek a betegséggel szemben. 5 vakcinával oltanak itthon, mind biztonságos és hatásos, már az első adag után 75%-os védettség alakulhat ki. Ez már elég ahhoz, hogy ha valaki mégis elkapja a fertőzést, kevésbé súlyos szövődményekkel vészelje át. A tünetek, amik a fertőzést követően megjelennek, sokkal enyhébbek lehetnek, illetve ugye kialakulhat egy olyan fajta nyáimmunitás, minél többen veszik fel az oltást, ami segítségével tulajdonképpen maga a vírus elhal. A terjedését egyszerűbbé teszi. A mutáns vírusok a vártnál komolyabb gondot okoznak sok országban, és itthon is erről a Nemzeti Népegészségügyi Központ virológusa beszélt az M1-en. Kis Zoltán hangsúlyozta, a jelenleg forgalomban lévő vakcinák közül a kínai lehet a leghatásosabb a különböző vírusvariánsok ellen. A Sinopharmnak a vakcinája az a teljes vírust tartalmazza, azért a vírus nem csak tüskefehérjéből áll, hanem ott vannak az egyéb, például a burkának a fehérjéi, ami az örökítő anyagát körbeveszi, tehát az sokkal-sokkal több mindent, ez ellen is kialakul egy immunválasz, ugyan a fő immunválasz az a tüskefehérje ellen alakul ki, de mivel hogy azért jelen van egyéb fehérje a Sinopharmban, ez ellen is lesz valamennyi immunválaszunk. Már több mint 560 ezer embert oltottak be itthon, és közülük 250 ezeren már a második adag vakcinát is megkapták. Az operatív törzs az oltási stratégia módosításán dolgozik azért, hogy minél többen, minél előbb megkapják az első oltást a rendelkezésre álló vakcinákból.